A második részben a hatványozás, vagy a gyökvonás tulajdonos, illetve a logaritmus tulajdonsági alapján tudjuk majd egyszerűbb alapra hozni ezeket a különböző kifejezéseket. Tehát itt az első például egy számpéldáról van szó. Nézzük rögtön az elsőt. Köbgyökér kell venni a mínusz 27-nek. A mínusz 27 az mínusz 3 a harmadikon. És akkor rögtön alkalmazhatjuk itt is ezt a szabályt, hogy tulajdonképpen ez itt nem lesz más, mínusz 3, és akkor itt ezt, hát esetünkben, ugye 3 per 3, tehát itt az 1-et fog adni, azaz mínusz 3 az első, mínusz 3 lesz a megoldás. Illetve átírhattuk volna a köbgyököt úgy, hogy az mínusz 27 az 1 harmadikon, ugye, tört kitevő használatával, és akkor természetesen ugyanazt fogjuk kapni, hogy mínusz 3 a harmadikon, és ez az 1 harmadikon, és akkor ugye itt a 60-60, akkor a kitevők szorzódnak, tehát ebben az esetben is 3-szor 1 harmad, ez az 3-szor 1 harmad az 1, tehát mínusz 3 az első, az az mínusz 3 lesz a feladat megoldása. Többféleképpen is dolgozhatunk, de most már ezek után csak egy módszert fogok választani, több lehetőség is van, az a lényeg, hogy helyesen alkalmazzuk ezeket az összefüggéseket. Nézzük a második feladatot, ugye a negyedik gyököt 1 per 16, azt feliratom, hogy negyedik gyöke van a 16-nak a növezőben. A 16 az 2 a negyediken, ugye a negyedik gyök alatt 2 a negyediken, hát ez természetesen, ez itt 2-vel lesz egyenlő a növezőben, tehát ez itt 1-2 lenne az értéke. 8 az 1 harmadikon a következő feladat, a 8 az 2 a köbön, és akkor ugye megint itt az 1 harmadik hatványon van, tehát a kitevőket szorozzuk, akkor 3-szor 1 harmad, ez megint 1, tehát itt 2 lesz a megoldás. 8 a mínusz 1 harmadikon, akkor a negatív kitevő miatt, ugye ez itt reciprok lesz, tehát itt van ez az összefüggés, amit alkalmazunk, akkor ez itt 8 az 1 harmadikon, azaz 1 per a 8, ugye az 2 a harmadikon, itt van az 1 harmad, tehát itt ez jól láthatóan, 2 az első, azaz 1 2. 8 az 1 harmadikon, 8 a mínusz 1 harmadikon, akkor itt is látható, hogy az egyik a másiknak reciprok szorosa. Tehát ugye a reciproka az egyik a másiknak. Van az utolsó feladatom, hát pontosan az ötödik feladat, 9 negyed a mínusz 1 kettediken, tehát akkor ez itt esetünkben 4 9-szer lesz, tehát ez 4 reciprokot veszek, akkor 4 9 az 1 kettediken, hát gyököt kell vonni a 4 9-edből, azt megtettem, hogy a számlálónak a gyöke 4-nek, a gyöke az 2, 9-nek az, tehát amit itt mondok, ez gyök. 4 per gyök 9 alakba iratom föl, tehát ez 2 harmaddal lesz egyenlő. Tehát mondom, ezt is többféleképpen meg lehet oldani, én most ezt a megoldási módszert választottam. Hatodik feladat. Az pedig 4 a 3 kettediken, ugye ez azt jelenti, hogy például vesszük a 4-nek a négyzetgyökét, és utána ezt a harmadik hatványát, azért, mert ugye a 4 az 2 a négyzeten, annak a gyöke az pont 2 lesz, tehát ez itt 2 a harmadikon, azaz 8-at ad. Hetedik feladat, majdnem ugyanez, csak a mínusz 3 kettediken. Tehát a negatív kitevő miatt ezt fölérdemeljük, hogy 1 per 4 a 3 kettedike, és persze az előző feladat alapján is tudjuk, hogy ez mondjuk 8 lesz itt a növezőben, de ezért írjuk ki. Akkor megint ugye a gyök 4-nek kell lenne a köbét, azaz 1 per 2 köb, azaz 1 8-ad lesz. Ahogy vártuk is, reciproka az egyik a másiknak. Nyolcadik feladat. Az pedig már betűs kifejezéssel dolgozunk, x-szer 1 per x négyzetet kellene meghatározni. Hát ez nem is annyira könnyű, mint a nyersre
tűnik, ugye egy ilyen egész számnak a szorzat egy tört számmal hogyan is történik. Hát az egész számot csak sima megszorozzuk a számlálóval, tehát ez itt x per x négyzet lesz, ugye egyszerűsítés után ez 1 per x-et ad. Itt azért megcsinálom negatív kitevő segítségével is, ugye 1 per x négyzet az x a mínusz másodikonként írható fel. Itt ebben az esetben össze kell adni a kitevőket, ugye azonos alapú hatványokról van szó, itt a kitevő nincs, az az 1 van itt igazából, tehát nincs kiírva, akkor 1 van, tehát 1-ből 2 az ugye az x a mínusz első, tehát ténylegesen persze 1 per x a megoldás. A 9. feladat, az pedig az x négyzet per gyök x, ezt kell egyszerűbb alapra hozni, célszerű inkább a tört kitevőnek a használata, ugye az x négyzet per x az 1/2-en kell, ugye itt azonos alapú hatványok hányadosára vonatkozó szabályt nézzük meg, melyik kitevő a nagyobb, de kettő az nagyobb, mint az 1/2, tehát akkor nyilván ezt az alakot fogom használni, tehát akkor ez itt x 2-ből 1/2, az az x a 3/2-en fogok kapni. A 10. feladat már, ott pedig körgyök x per gyök x köb kifejezésünk van. Itt ténylegesen sokkal egyszerűbb, hogyha tört kitevőt használom. Ugye akkor a számoló az x az 1/3-on, a nevező az pedig x a 3/2-en. Tehát megint azonos alapú hatványok hányadosáról van szó. Ebben az esetben a nevezőben lévő kifejezés megmaradt a nagyobb kitevő, 3/2 nagyobb, mint az 1/3, tehát akkor ez itt 1 per x, és akkor mi lesz a kitevő? Hát a 3/2-ből kell kivonni az 1/3-ot, közös nevező, az a 6 lesz, akkor ez itt 9-ből 2, azaz 7/6-ot kell ideírnunk. Ez lesz a megoldása. Nézzük akkor a következő feladatokat, amely a logaritmus, illetve az exponenciális függvény tulajdonságával kapcsolatosan. Egyszerű alakra kell hoznunk a kifejezéseket, amelyek a következők. 11-es, ezt mondja, hogy 2-es alapú logaritmus 8, tehát ezt a szabályt szeretném alkalmazni. Akkor természetesen számot föl kell kenni 2 hatványaként, ugye 8 ez pont 2 a harmadikon, log 2-es alap, 2 a harmadikon, tehát az összefüggés alapján ez 3-at ad. Jön a 12-es, például log, most 1/2 alapú logaritmus van, ami 8, itt a 8-at kellene fölírni 1/2 hatványaként, tehát a 8 az 2 a harmadikon, és a negatív kitevő segítsége, reciprokézés segítségével ezt felírható úgy, hogy log 1/2 a mínusz harmadikon. Azaz, ez mínusz 3-mal lesz egyelőre. Ugye? Megint alkalmazva. Tehát itt ez a feladat is rendben van. A 13. példánk az a 100 az LG 3/3-on. Na most itt ugye ezt szeretnénk alkalmazni. A logaritmus nincs ideírva a kis szám, de ugye az LG az a 10-es alapú logaritmus jelenti, tehát akkor itt a 100-ból kellene valahogy 10-et csinálni, hát ugye a 100 az 10 a négyzeten, tehát nem is olyan nehéz. LG 3. A hatványozás tulajdonsága miatt ezt alkalmazom, hogy ezt a két kitevőt fel is cserélhetem, tehát ezt írhatom talán úgy, hogy 10 az LG harmadikon és ez a négyzeten. Az azért jó, mert akkor ugye a szabályunk alapján ez itt 3-mal lesz egyenlő, ez ugye a 10-es alapú logaritmus, 3 és ez itt 3 a négyzeten, azaz 9 lesz a számértéke. És az utolsó feladat, amikor is 1/100 van az LG harmadikon, azaz 1 per 10 a négyzeten van az LG harmadikon, vagy 1 per 10 a négyzeten az 10 a mínusz másodikon, hát akkor írjuk már ki, LG
itt is fölcserélhetjük ugye azokat a kitevőket, tehát ezt írhatom úgy, hogy 10 az LG harmadikon, és ez a mínusz másodikon, úgyhogy ezek alapján ez itt 3, 3 a mínusz másodikon, akkor azaz 1 per 3 négyzet, tehát 1 9-et lesz a valami.